szabályokat kell változtatni ehhez a honvédség oldalára, és már nyilván mostani szabályok szerint ezt nem teheti meg. Ha ez meg lesz, akkor nyilván ezekben szabadabbá válik az ingatlanoknak a hasznosítása. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Látom, hogy az Orvinén jön, de a 11-1-el kapcsolatban megint én voltam az egy. Az idő el fogja dönteni, hogy mi a helyzet. Csak ezzel kapcsolatban szeretném mondani, hogy amit az Ibolya említett 2007-ben, képviselőtársaim valószínűleg ott voltak, mert valaki nem volt ott, én is ott voltam. Pedagógusok közül jó néhányan ott voltak. Ha emlékeztek rá, és kellene, hogy emlékezzetek rá, ott én vetettem föl, se nem tanácsnoka, semmilyen nem vagyok, se a testületnek senkinek. Egyszerű falusi gyerek, aki hall egyet mást a hírekbe, vagy bárhol, nyitott füllel próbálok járni, akkor már megcsináltak mind a két fülemet. Megkérdeztem, hogy a társulások, iskola társulások lesznek rövid időn belül. Ti terveztek-e ilyent? Ott megkérdeztem. Ugye így volt? Nem emlékeznek rá jobban, akkor már jegyzőkönyvet el kell keresni. Megkérdeztem ezt, az iskola részéről mondták, hogy ez a fenntartó kompetenciája. Tehát a polgármesternek kell keresni, hogy kivel tud az iskola társulni. És akkor csak a környékbeli helyekről Fülöpszállás még nem társult Kiskörösöz. Solcentimre nem társult Kiskörösöz. Izsák ugye maradt függetlenül, hasonló cipőben, mint itt. Kunanacs nem társult Kumbeszédhez, vagy Kumbaracshoz. Kumbeszéd, Kumbaracs társulás. Ha valaki utána megy, bocsánat, de ne én se tanultban nem vagyok, se semmi. Ne én menjek utána. Vannak illetékes képzett szakemberek az önkormányzatnál. Van az illetékes vezetője, aki igenis baj lesz az iskolával. Akkor 2007 tavaszán le kellett volna mérni. Csak az a baj, Jancsi, senki nem mérte el, senki nem ment utána. Itt van az iskola, 30 milliót akarunk spórolni rajta különböző döntésekkel. És hogyha megvan a társulás, akkor nincs ilyen probléma. Csak egy valaki hozzánk jött volna. Nem vagyok okos, csak igyekszek nyitott szemmel járni a nagyvilágba. Sehogy, soha nem képzeltem magam, hidd el. Ha úgy ismersz, akkor én őszintén nagyon-nagyon sajnálok téged is, meg magamat is. Hát én sajnálni. Tehát erről szólt a dolog. Akkor erről szólt a dolog, és még egyszer mondom, hogy akkor nincs. És a képviselőtestület, nem előbe megyünk a dolgoknak, hanem mindig kullogunk az események után. Ebbe is, és millió egy másba is. És nem akarok még egyszer mondom bíróságra menni, mint ahogy 4 éve oda járogattam, vagy rendőrségre. Azért nem mondok többet, de utána nagyon szívesen mindenkivel, hogyha a Feri kikapcsolja a dolgot. Szarainé, Orvinén. Köszönöm szépen.